Sok szeretettel köszöntöm a Pax Televízió kedves nézőit és hallgatóit. Ezen a héten a Biblia legismertebb versével foglalkoztunk, amely így hangzik, a János Evangélium 3. rész 16. verse, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen hat dologról beszéltünk ennek a versnek kapcsán. Az Isten szeretetéről, az Istennek az ajándékáról, a hitről, a megmentetésünk és megtartatásunkról, az örök életünkről, és arról a birtokba a vételtől, amelyre segített bennünket az Isten. Mai napon befejezésül a következő verssel szeretném összefoglalni az egész heti mondandómat, amely János 3.17 úgy hangzik, hogy mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa, vagy elkárhozza a világ, tassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ ő általa. Tehát azért küldte el Isten az ő fiát a világba, hogy megtartó legyen, így is köszönti az angyal, amikor bejön a világba, hogy ő a megtartó, az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában. Ha Isten el akarta volna pusztítani az emberiséget, akkor ezt nagyon sokszor megtehette volna, hiszen bőven szolgáltattunk erre alapot. Isten mégis nem ezen gondolkozott, és nem ebben gondolkozott, ahogy a szeretetnél említettük, hogy a szeretetben nincs meg ez az opció. Ellenkezőleg, mivel annyira szeretett bennünket, ez az opció kimaradt. Kimarad az Isten gondolkozásából, kimarad az Isten hozzánk való viszonyából. Tehát a szeretetben a megoldás van meg, és nem az eltörlés vagy az elpusztítás van meg. Ha szeretsz valakit, akkor nem akarod a halálát, akkor nem akarod azt, hogy ő ne láss többet, akkor nem akarod azt, hogy ne legyél vele soha többet, hanem megkeresed. Pontosan azért, mert szereted, megkeresed azt a megoldást, amivel helyre tud állni a kapcsolatotok. Mi eltértünk az Istentől. De az Isten, mivel szeretett bennünket eredendően, nem abban gondolkozott, hogy elpusztítsa, hogy elveszítse az embert. Ahogy itt olvasok, ahogy olvasok, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy elpusztítsa, hogy elkárhoztassa a világot. Ha szereted a gyerekedet, akkor nem gondolkozhatsz úgy felőle, hogy hogyan pusztítsd el. Ez elképzelhetetlen egy igazán szerető ember számára. Csak azért mondjuk, mert rossz rá tett a tűzre, vagy nem volt helyes. Az Isten nem ilyen szerető. Bojki Laci barátom mondta azt a példát, hogy amikor elviszed reggel a gyereket az óvodába, és aznap rosszul viselkedik, akkor még értel, akkor mondja a óvónéni, hát a Pistike van, nagyon rossz kisfiú volt, mert a kefírt ráöntötte a óvónénire, és nem fogadott szót és semmit. És akkor te azt mondod, és a Józsika, ő jó volt? Igen, a Józsika az mint a gyerek volt. jó, akkor nem a Pistikét viszem haza, hanem hazaviszem a Józsikát. El tudunk ilyet képzelni? Nem tudunk elképzelni. Aki hozzánk tartozik, azt fogjuk hazavinni, mert ő a miénk. És a Józsikát majd az ő szülei viszik haza, mert az övé. Tehát a gyerekeinket nem az szerint mérjük meg, hogy ők mit, milyen jót vagy rosszat tettek, hanem úgy mérjük meg őket, hogy ők a gyerekeink. És ha rosszat tettek, akkor beszélünk velük, akkor a lelkükre hatunk, akkor segítünk nekik, hogy megváltozzanak, hogy megértsék, hogy nem szabad a tanítónő vagy hovó néni fejére önteni a kefírt és az összes többit. Tehát az Isten olyan szerető, aki az életét adta értünk, ahogy beszéltünk róla. Ő szerette és szereti az övéit, mint halálig szerette. És ezért adta oda Jézus Krisztust. Fogadd el ezt a szeretetet, magadra nézve, és élj ebben a szeretetben. Mennyi atyám, hálát adok azért, hogy ennyire jó voltál hozzánk, hogy érdemtelenül, mi tényleg inkább csak borsot törtünk az orrod alá, és te mégis szerettél, és szerettél, mint ahogy mi is szeretjük a gyermekeinket, az ő cselekedeteiktől függetlenül. Köszönöm, hogy megváltottál, köszönöm, hogy megmentettél. Köszönjük ezt a felfoghatatlan, felmérhetetlen szeretetet. Köszönöm az én barátaimat, az én kedves néző, tévénézőket, akik nézték ezt a műsort. Kérlek, hogy áld meg őket. Én is megáldalak benneteket. Az Úr áldjon és őrizzem meg titeket, és legyen az ő finágossága, az ő szeretete az életeteken, minden napjaitokban, az Úr Jézus nevében. Amen.